Már igen, láttad? Hívesen villog. És most már betítszem az old mafiózó fejed is. Na jó. Bruce Willis. Die Hard? Die Harder? Harder. Die the Hardest? Sziasztok, szép jó napot kívánok a taxistartban ismét. Itt a minimális angol bevezetőjére picit elnézést kérünk. Ellenben most egy nagyon rendhagyó adással jelentkezünk. Eddig több aspektuset végignéztük, ugye, hogy hogy tudunk taxisnak lenni, mit csináljunk a legfontosabb munkaeszközünkkel, a testünkkel, a jogi dolgokat, könyvelési dolgokat. Most elmegyünk egy kicsit könnyebb területre, illetve utazunk egyet. Itt vagyunk nem messze, az én természetes fellelési helyemtől nem messze, a Ferihegyi Reptértek a egyik bevásárlóközpontjában, hogy fogalmazzunk így, kicsit költőjen, és itt van mellettem Tamás, aki nagyon sok éven keresztül volt Nagy-Britanniában, taxis. Nem sárga, nem kockás, ellenben személyszállítással kerestél pénzt, ugye Tomi? Igen, így van. Taxisztam Angliában. Mikor kezdted ott a taxizást? 2010-ben, ha jól emlékszem. És meddig róttad ott a kilométereket, hát, a mérföldeket? 8 és fél év. 2019-ben költöztem haza Magyarországra, addig taxisztam. Akkor egy pár mérföld azért benne van a seggedben. Hát benne. Ráadásul én inkább a reptéri transfer részét vittem a dolgoknak. Tehát akkor kint csináltad azt, amit nagyjából én itt. Hát igen, igen, igen. Városban is nyomtam, de inkább jobban szerettem a reptéri transferezést. Tehát Korda Gyuri bácsi téged is megérintett egyszer nagyon régen. Igen. És nem csak a pókerrel, nem csak a szivarokkal. Hanem a reptérrel is. Reptérrel is. Igen. Jó. Igaz, hogy nem ma volt, ugye ez kicsit a múlt homályába vész, de el tudod nekünk mondani azt, hogy mi kellett neked Nagy-Britanniába, pontosabban Stoke-on-Strandbe? Kollégák és mindenki, aki érdeklődő, földrajzi feladvány, keresétek meg, hogy hol van Stoke-on-Trent. Nem fog netek segíteni. Én már láttam a mosolyából, fél mosolyából. Nem fog. Smucig. Nem nehéz megtalálni, de ott van. Ott van az. Ott nem messze. Nem messze. Jó. Emlékszem még rá, hogy mi kellett ahhoz, hogy el tudj kezdeni taxizni, milyen tanfolyamokat, képesítéseket kellett letted megszerezned? Hát elsősorban minimum egy év, de ott kellett, hogy lakjam. Ez adva volt, mert 2008-ban költöztem ki Angliába, aztán másfél évig gyárban dolgoztam, és utána döntöttem úgy, hogy egy kicsit a könnyebb részét választom a munkának. Akkor még azt hitted? Hát igen. A fizikailag könnyebb volt, viszont szellemileg leterhelő. Na, tehát milyen suli kellett hozzá? Az önkormányzat indított egy vizsgát, tehát nem volt semmiféle tanfolyam, egyénileg kellett felkészülni rá. Hát jogi kérdésekből állt a tesztsorozat, helyismereti részből. A helyismeret az két részből állt. Tudni kellett a városnak a nevezetesebb pontjait, illetve olyan feladvány volt, hogy A-ból B-be el kellett jutni a legrövidebb úton. És meg volt adva körülbelül 9 hely, tehát 9 pont, amit érinteni lehetett, és akkor így kellett. Tehát nem, mondanom sem kell, első körben nem sikerült. Ez lehet használni a GPS-t? Nem, ezt ott kellett bent papíron megírni. Tehát volt ABC, tesztfeladatot, tesztlapot kellett kitölteni, és kellett... Fejből leírni, hogy melyik utcán indulok, merre kanyarodok. Igen, igen, a fő utcákat, a fő utcákat ismerni kellett. Hát több napi kocsikázás
kellett ehhez nekem, hogy egyáltalán felfogjam, hogy melyik utca merre van, de aztán harmadjára sikerült ez a teszt. Hát vagy nyugodtan. No. Hol vagy tudom? A teszt. És tehát kaptatok egy teszt sort, amin volt egy olyan rész, amit neked ott helyben az asztalnál ki kellett tölteni, hogy elindultunk A-ból, és hogy jutunk el B-be, és neked ott fejből akkor le kellett írni a utcaneveket, hogy elsőről fordulok másodikra, így hívják, onnan arra fordulok, úgy hívják, odaérek, és a végén fizettetek. Igen. Akkor utána, hát ott Angliában nagyon odafigyelnek tehát Angliában nagyon odafigyelnek a sérült embereknek a védelmére. Várj egy kicsit. Neked is ez vállalkozóvá kellett válnod ott kint, hogy elkezdhessél taxizni, vagy alkalmazni jogviszonyban tudtad csinálni? Én vállalkozóként csináltam. Gondolom lehetett volna alkalmazottként is, de így könnyűbb volt, meg jobb volt. És akkor egyéni vállalkozást nyitottál? Vagy? Egyéni vállalkozó voltam, aha. Ezt hogy tudtad elintézni, hogy egyéni vállalkozóvá tudjál válni? Egy könyvelővel felvettem a kapcsolatot, aki ott a taxisoknak volt a könyvelője, és ő meg is csinált mindent. De egyébként online egy 10 perc alatt kiváltottja bárki a self-employed státuszt, és akkor onnantól kezdve megkap adószámot. Kap egy adószámot, és ennyi. Jó, tehát akkor vállalkozóvá kellett válni, kellett ez a tanfolyam hozzá. Igen. Itt ugye annyira, ugye arról nagyon-nagyon horror sztorik terjengenek, hogy Nagy-Britanniában belül Londonba taxissá válni mennyire nagy információ halmazt igényel az ember fejébe. Ugye ott is ugye az utca... Hát a helyismeret, ott azért... Az bonyolultam, igen. Annyira ez nálatok nem volt durva, mert egy vidéki kisebb településen voltatok. Hát egy ilyen 250 ezer lakosú város, Debrecen nagyságú városról beszélünk. És akkor más kell? Ez a tanfolyam ezért mennyi ideig tartott, amit kiírt ugye az önkormányzat? Hát föl tudtál készülni magadtól, de mekkora volt a tananyag, amit meg kellett tanulni hozzá? Hát egy ilyen 40 oldalnyi. Akkor nem volt igazából veszélyes. Ez nem. Aztán később az önkormányzat elhatározta, hogy megszűrje a taxisokat, és el kellett végeznem egy hivatásos sofőr tanfolyamot, ami akkor még uniós pénzből, tehát nekem semmiben nem került. Volt egy mentorom, ahhoz eljártam, ott az már bonyolultabb, ott már még több kérdés volt, illetve még nagyobb tananyag, jogi kérdések, a közlekedési ismeretek. Ezzel mit értünk? Hát ott új volt, tehát az, amit itt Magyarországon a KRESZ előír, azokat újból vizsgáznom kellett, illetve volt egy gyakorlati vezetés, amikor jött velem ez a Mick Jaggernek hívták egyébként a srácot, de ezt most komolyan mondom, és jött velem, megkérdezte az utast, hogy aznap ő ott ült végig, és mindig megkérdezte az utasoktól, hogy nem probléma-e, hogy most vizsgáztat, és ő hátul ülne, és így ment le az egész gyakorlati része a tanfolyamnak, illetve a vizsgának, és ezzel be is fejeződött, és kaptam egy államilag elismert hivatásos sofőr képesítést. Ugye ez így nem volt, és az első taxis vizsga az önkormányzatnál, az mennyibe került? Hát nem volt egy ökörára, szerintem már így pontosan nem emlékszem, de 100 font alatt volt. 100 font alatt volt. Aztán utána a pótvizsgáknak a díja, mert mondom, ez a helyismeret, ez egy kicsit kifogott rajtam, nem volt egyszerű. De meg lehetett oldani. Meg persze, minden meg lehet.
Tehát igazából nagy seremileg olcsóbb volt neked, mint nekünk itt Magyarországon, de, hogyha nem emlékeztek még az árakra, akkor nézzétek meg az ezzel foglalkozó első és második epizódot. Ugye itt ezen a nagyon kellemes helyen taxis léptek a öröme és gyönyörei, azért kávézgatunk is. Tehát nem csak nagyon komoly dolgokról beszélgetünk, de egy picit azért jól is érezzük magunkat. Tehát megvolt az első vizsgád, a vállalkozóvá váltál, utána milyen utak nyíltak meg előtted, ugye itt Magyarországon vagy saját autóval kezdeszel taxizni, vagy bérautóval. Ott kint ugyanez a két lehetőség van, van esetleg más is? Ugyanez van. Először saját autóval, egy Renault Trafic minibusszal kezdtem. Ehhez kellett az autónak valami specifikus? Igen, az autót egy magasabb szintű vizsgán kellett átvinni. És ez egy évre szólt. Tehát Angliában a műszaki vizsga minden esetben egy évre szólt. Hát ugyanaz, mint itt nálunk. Igen. Bármilyen spéci felszerelés az autóba kellett, taxaméter, pénztárgép? Nem, azt adták, azt a taxis társaság. Na most én egy taxis társasághoz szegődtem. Angliában kétfajta taxi létezik. A private hire, illetve a hackney carriage. A private hire, én private hire-os voltam, ők dosztokról nem vehetnek fel utast, utcára, illetve az utcán se inthetik le őket, mi csak a központ által küldött helyen, dispatcher, igen, a base, úgy hívtuk, a dispatcher küldte a munkát, tehát teljesen automatikus volt, ez már 2010-ben is, egy számítógépes rendszer, küldte, sorrendbe állított mindenkit. És akkor telefonodtak egy applikációra, vagy hogy? Először egy ilyen PDA-szerű kis készülék volt, aztán később ezek elromlottak, elavultak, és akkor mindenki kapott mobiltelefont, egy SIM-kártya kellett bele, és akkor... Te a cég adott egy mobilt, amiben te vetted a adatkártyát, a SIM-kártyát. Igen. És akkor teljesen minden automatikus volt. Jó, bankkártyás fizetés volt nálatok az autóban, vagy csak valami központos applikációs fizetés, vagy hogy fizette? Az elején még úgy kellett, hogy be kellett a központba szólni, és akkor ott bediktálni a bankkártya adatokat, és a központ rendezte a levonást. Aztán később, aki akart, az úgy, mint itthon is elterjedtek ezek a kis olvasók, de én nem szerettem a bankkártyás fizetést. Ki szeretni? Hát senki. Úgyhogy én nekem nem volt ilyen lehetőség. Volt egyszer-kétszer, amikor muszáj volt, akkor én a központnak szóltam. Nekem nem volt leolvasom. Hát akkor nem volt kötelező? Nem volt kötelező. Ez egy opcionális valami volt. Opcionális. A taxiórák azok egyszerű mérföld alapon számoltak, a GPS nézte a megtett távolságot, figyelte a megtett távolságot. Kocsit megállítanak, ez be volt építve az autóba, és az autó fedélzeti rendszeréből kapta a mérföld adatokat, vagy csak betetted, és automatikus GPS kapcsolat által nézte a megtett mérföldeket. Automatikus GPS, egy alkalmazás fel volt telepítve a mobiltelefonra, ami mikor megérkeztem, felvettem az utast, akkor el kellett indítsam, egy gombnyomás a kijelzőn, és már indult is, és számolta magának a GPS adatok alapján. Tehát akkor külön taxiórát nem kellett beépíteni, és nem kellett nyomtatni. Nem, és ez nem volt kapcsolatban sem az adóhivatallal, se senkivel. Egyedül a központban látták, hogyha akarták, de nem nagyon nézték. És akkor igazából elszámolási probléma utas felé igazából nem volt? Nem volt. Sőt, sok olyan munka is volt, ami kimondottan előre kialkudott ár alapján történt. Tegyük fel, mondjuk egy reptéri munka, ott nem kapcsoltuk be a taxiórát, hanem ott meg volt szabva, hogy mit tudom, Manchester Airportra, azt hiszem oda ilyen 60 font volt az én időmben még egy út. Mondjuk
hogy minibusszal voltam, így akár 8 főt is tudtam vinni. Az ingyen, négy főig, tehát három tarifa volt, 4 főig 60 font, afelett, mit tudom én, 75 font, 8 főnél pedig, tehát 6 felett, 6 fő felett pedig még több. Plusz nekem volt rámpa is, tehát mozgássérültek szállítására alkalmasak voltak azok a járművek, amiket én vezettem. Ebből is külön vizsgázni kellett. Miben? Hát, hogy hogyan kell a mozgássérülteket szállítani, a kerekesszéket hogyan kell rögzíteni. Mondjuk ez teljesen jogos. Elsősegély nyújtási ismereteket is tanultunk, bár Angliában nagyon nem, tehát csak az nyújthat elsősegélyt, akinek vöröskeresztes vizsgája van. Ha nincs, akkor nem szabad, csak saját felelősségre, mert azt mondják, ez pont a mentorommal beszéltük annak idején, hogy ott Angliában nem lehet, ott a gépjárművezetői engedélyhez sem kötött a elsősegély. És ez teljesen más, mint itt. Igen, ott nem. Ott azt mondják, hogy jobb az, hogyha nem nyúl hozzá az ember. Mondjuk nem tudom. Mondjuk ott vénás vér spiccel, akkor azért csak leteszed a kezedet, hogy valami, hogy hátha. Hát, igen. De annyi műhiba van, meg pereskedés, hogy az emberek inkább félnek és elmulasztják a segítséget. Nem kötelező, emberi jogi kötelesség, mondjuk itthon is, ha jól tudom. És őt itthon büntetnek, ha nem csinálod. Igen. Ez egy másik világ. Más. Térjünk kicsit vissza még a taxaméterre. Ugye meg lehetett fix tarifákba is alkudni. Valamilyen kötött kilométerdíj, várakozási díj, beülő díj volt, de vagy ezt igazából szabadon alakíthatta meg magának a cég, vagy ti? Ilyen díjak nem voltak. Tehát a fuvardíj az magába foglalta a várakozási díjat is, hogyha erre gondolsz. Azt én saját saramként könyveltem el, és úgy volt megszabva az ár, hogy az a bizonyos néhány fontos parkolási díj. Hát ügyesnek kellett lenni, tehát nem mindegy, hogy hol várakoztunk, mondjuk egy reptéri fuvarnál. Hát ez ugye Magyarországon is probléma? Hát igen, az ott is, hogyha a rossz helyen álltál, a rendőrök 2 percen belül jöttek, de nem büntettek, csak elzavartak, menni kell, tettem egy kört sokszor, aztán visszamentem, nem volt belőle problémám. Csak kellemetlen volt éjszaka, hajnalba várni az utast, és akkor még... Késik, beragad, nem jön a podgyász, Bizony, hát sokszor volt, hogy néhány mérföldre a reptér előtt jött a hír, hogy a repülőgép 2 óra hosszát késik, és akkor... Igen, akkor még nem volt flyradar, ugye azon most már jobban lehet azért követni. Igen. Általunk sofőrök által is, és tudunk azért picit készülni rá, de akkor sem örömteli. Visszatérve még kicsit az autóra, bármilyen idézés megkülönböztető jelzés, tehát kocka oldalán szabad jelző, bármi kellett használatok? Nem. A cégnek a logóját, amelyik céghez tartoztam, azt köteles voltam kitenni, illetve a tarifával kapcsolatos információkat kellett kitenni. Nagyon fontos volt a dohányozni tilos jelzés, azt mindenhova látható helyen ki kellett tenni. Megdrogozni? Azt nem írták, bár ott azért Angliában gyakran előfordult az ilyen utas. Végül is ennyi volt, illetve ki volt írva, hogy én, mint private hire-os, tehát azt is jelezni kell, hogy én private hire-os taxi vagyok, és nem vehetek fel utast, azt is ki kellett írni. Tehát csak úgy nem vehetek fel, hát csak rendelésre mehet. Csak rendelésre. És egyébként hol parkoltál 2 fuvar között? Hol töltött el az időre? Hát parkolókban, ilyen nagyobb áruházak parkolóiban.
hamar megtaláltam a jó kis helyeket, és akkor ott el voltam magamnak. Hát mint most mi? De találtuk egy áruház parkolót, hogy beszélgessünk. Igen, igen. Gondolom ezt mások is ismerik, hiszen közel vagyunk a reptérhez. Igen, és... egy személyszállítós kolléga itt parkolt az előbb még. Ez jó kis hely, van itt minden. Ez pontosan így van. De nem mondjuk te, hogy hol vagyunk. Titkos hely. Igen, itt a szökőkút előtt a sövény mellett. Itt vagyunk. Jó kis kávét iszunk. Igen. Nagyon segítség. Meg te valami fura cigit is. Ja igen, az elektromos cigit. Az Angliában szoktam rá. Igen, fél tégla. Hát ez még a kisebbik változat, van ennél jóval nagyobb is. Gyűjtöm, mint a pipások a pipát. Ha? Jó kis dolog. Szeretem. Nem, ez sem egészséges, de... Mi egészséges? Az élet nem egészséges. Hát, az biztos. Jó, hogy döntötted el, hogy pont ehhez a céghez mész meg? Mondtad, hogy volt sok kicsi cég, akik közül lehetett válogatni. Én mikor Angliában mentem, volt egy olyan titkos álmom, hogy nekem az alap... Én villanyszerelő vagyok. Villanyszerelő mester. És azt gondoltam, hogy na majd ott aratni fogok a tudásommal. Hát ez nem így volt, mert ott nem tapsikoltak az angolok, hogy hú, jött egy magyar villanyszerelő. Először is iskolát, el kellett újból végezzem a szakiskolát. Meg kellett szereznem a brit szakmunkásbizonyítványt. 2 évembe tellett, esti iskolába megcsináltam. Miután megvolt, én hát így elkezdtem szerelgetni a villanyt, és egy ilyen automosóba hívtak egyik nap, valami elromlott. Hát sok keleti, ázsiai tulajdonban lévő automosó van Angliában, és hát igazából nem törődnek a biztonsággal, megjavítják ők, amíg megtudják, aztán itt már nem tudtak mit csinálni. Tomi, vagy menjünk egy kicsit közelebb, vagy kicsit gyerek fejjebb, mert mész ki a képbe. Igen? Lefele. Jaj. Bocsi. Csak már ott volt, hát nagyon lent. Igen. Keleti. Tehát a keleti ázsiaiak kezében voltak ezek az automosók, és volt egy villamos hiba, és hívott valaki. Oda mentem, és ez a taxis társaságnak az udvarában volt ez az automosó, és akkor beszélgettünk a tulajdonossal, aki egyben taxizott is, és mondtam, hogy hát már rég gondolkodok rajta, hogy taxizzak, és mondta, hogy hát akkor gyere, bemutatlak a főnöknek, és azonnal mondta, hogy azonnal felvesz. Ez gyors volt. Ez gyors volt, úgyhogy mondta, hogy mikor tudok kezdeni, hát mondom, holnap akár. És segített levizsgáztatni a kocsimat. Na. Aztán... Ez is ilyen tippak, mert nem kellett hónapokat várni? Hát ő neki meg volt az ismerettsége, úgyhogy gyors volt. Haló? Tehát viszontosan ez szerencsével akkor elmenti villanyszerelni, bementél egy cégnek az udvarára, ott volt egy automos udvarára, ott volt a taxiscég is, és igen, rögtön elkezdtél taxizni. Mondjuk egy elég jó állapotú, jó műszaki állapotú minibuszom volt akkor éppen, és lehet, hogy ez is okozta a szerencsét, bár utána az volt a tapasztalatom, hogy bárkit felvettek, tehát nem volt gond. Akinek megvolt a taxis vizsgája, azt felvették, hiány van. Azért a taxizás Angliában elterjedtebb közlekedési mód, mint... Hát, ugye jobban el vannak eresztve anyagilag. Persze. Hát sokszor voltak azért ilyen lazább munkáim is, hogy a taxiállomás mellett lévő áruházból az idősek bevásároltak, és akkor hívtak taxit, és 2 utcával arrébb kellett vinni, csak hát nem akartak cipelni, és akkor ezt taxival oldották meg. Ezt én majdnem tudom überelni, itt Budapesten a Szervitat élet intettek le, és elmentünk a Sas utca 2-be, ami légvonalban
körülbelül 200 méter, azért mentünk 600 métert, mert két utcára volt zárva. Igen, igen. Hát übrani nem tudtam, de próbálkozok azért időnként. És volt, azt sosem felejtem el, ez így 3 font lett volna, mert akkoriban úgy volt a tarifa, hogy az első mérföld az 3 font, és utána minden egyes megtett mérföld 1 font. Aha. Tehát 3 font lett volna, mert ugye egy mérföldön belül volt ez a fuva, és a néni az 10 ponttal jutalmazott meg, 7 font borra valót kaptam akkor tőle, mert segítettem az ajtóig elvinni. Azt taxis tanfolyamon megtanultuk, tehát ott azért másképp vannak a dolgok. Azt megtanították, hogy be a lakásba nem szabad menni. Ezek ilyen jogi dolgok. Akkor, ha gyerek van, akkor is tehát védik az utasokat. Most egy kicsit eltérünk a témát, de belekérdezek, mert eszembe jutott valami, amit nekem itt Magyarországon vesző paripám. Ugye itt elvileg a taxiüzemmódban vagyunk, akkor nem kötelező a gyerekülésnek a használata, és akkor azelőtt csecsemő is beülhet az anyukájával hátra, úgyhogy az anyának a karjába van. Nagy-Britanniában ez hogy van? Emlékszel még rá? Szerintem nálunk is hasonló volt, de igazából aki hozott magával gyerekülést, az oké. Okay. Az használta, aki nem hozott, az használta. Én ettől idegrohamot kapok egyébként. Uh-huh. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik. De ez a szabályozás. Hát igen, igen. Az biztos, hogy nekünk taxisofőröknek nem volt kötelező használni a biztonsági övet. Bármilyen önvédelemre alkalmas eszköz hivatalosan lehetett nálatok? Érdekes. Ezen elmerengtem akkoriban is, volt egy kérdés az egyik teszt kérdés, úgy szólt, hogy milyen önvédelmi eszközt lehet használni. Ilyenek voltak, hogy kés, gázspré, gázpisztoly, illetve púder. Na hát gondoltam, a púder az biztos nem jó, de azért rákérdeztem, mert segített, ott volt a mentor, és miket megkérdeztem, hogy akkor mit lehet használni, és azt mondta, hogy a púder a jó. Angliában nem szabad semmi olyan eszközt használni, amivel sérülést okozhatok. A púder az ilyen határeset, azt mondja, azzal nem tudok nagy sérülést okozni, a púderrel lehet. A púder, amire gondolunk itt Magyarországon, púder? A por-szerű púder. Tehát még dezodort sem lehet, fújós dezodort sem használni, mert azzal már a látása sérülhet az elkövetőnek. Kést nem szabad hordani Angliában, semmilyet. Fegyvernek minősül, bármilyen penge hosszúságú, semmi. Tehát ott azért nagyobb ilyen gázpisztolyt, gázsprét nem szabad használni senkinek, senkinek. Most viszont egy kicsit abba hagyjuk a beszélgetést, keresünk egy másik asztalt, mert ugyan az időkép azt mutatta, hogy nem fog esni, de esik.